Február 12-én pontban reggel 8 órakor hivatalosan is elkezdődött az április 3-ai országgyűlési választás kampánya. A képviselőjelöltek ugyanis ekkor vehették fel az aláírás gyűjtő íveket. A dombóvári választási irodában Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője szombaton 250 darab ajánlóívet vett át. Gyűjtjük az aláírásokat, gyűjtjük a támogatásokat. Mi ezt most úgy szeretném megcsinálni, hogy a két város lakosságára, szavazóira számítunk, Dombóvár, illetve Bonyhád esetében. Reméljük azt, hogy egy gyors munka keretében ezt a feladatot el tudjuk végezni. Hétfőn reggel pedig a jelöltséghez szükséges aláírás mennyiség négyszeresét, 2000 aláírást adott le a dombóvári választási irodában Potápi Árpád János. Szintén mindössze pár óra elegendő volt ahhoz Süli Jánosnak, hogy a szükséges 500 szignót megszerezze. A paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője közel 2000 aláírással érkezett a paksi polgármesteri hivatalba, néhány perccel nyitás után. Ugye kint az atomtéren gyűjtöttünk, Dunaföldváron két helyen és Nagy Durogon, a többit pedig az aktivistáink, azok a barátokkal házról házra járva megoldották a gyűjtést. Most leadtuk majdnem minden ívet, amit felvettünk, de folytatjuk, hisz ebbe a maradék most már csak ugye 48 nap van. Szombaton volt 50 hátra. Az is fontos, hogy a választókkal minél többször találkozzunk. A leendő jelöltek február 25-éig gyűjthetik az aláírásokat. Azt követően 4 napon belül dől el, hogy nyilvántartásba veszik-e őket.